Február első vasárnapján ismét országos gazdanapnak adott otthont a galgahévízi Kodály Zoltán művelődési ház. A kimondottan burgonya termesztő gazdák számára rendezett szakmai fórumra közel 120-an érkeztek az ország minden szegletéből. Jászent Andrásról, jöttek Nyársapátról, akkor Újfehértóról, Gyöngyösről, Veresegyházáról, Bugyiról, Ócsáról, Alsónévediről, és itt a természetesen galgahévízi tura, itt a környék, Zsámbok, Dány, itt is láttam itt. A rendezvény főszponzora az Agrikó Magyarország Kft. Képviseletében Murai György ügyvezető igazgató tartott előadást. A cég által nemesített fajták bemutatása mellett a hazai burgonya termesztés helyzetéről is szólt. Magának az Európai Uniós tagságnak biztos, hogy vannak pozitív-negatív hatásai, és most a burgonyára lebontva én sok pozitívumot nem látok, őszintén szólva, inkább a negatív oldala domborodik ki a történetnek. Ugye az összeurópai területnek 1%-a Magyarország burgonya terület szempontjából. Belépésünkkor, ugye ez 2004-ben volt, 55 ezer hektáron termett burgonya Magyarországon. Mára ez lement 20 ezerre, bizonyos források szerint csak 18 ezer, a kettő között van valahol az igazság vélhetően. Szapori terület még drasztikusabban csökkent, 1200-ról 180 hektára. Tehát Európai Uniós tagságunk a burgonyára szűkítve nem egy sikertörténet, ezt elmondhatjuk. Feldolgozóipar ugye nincs, ezt már említettem, az egyfőre jutó burgonya fogyasztás 55 kg Magyarországon, a termésünk 450 ezer tonna, tehát ebből is leszűrhető, hogy importra szorulunk. Tehát egy egészséges mennyiségű import elhelyezhető lenne Magyarországon, de az a dömping, ami most is jellemző, az azért már a hazai termelők érdeke ellen szól. A tavalyi évtől eltérően, amikor hiány mutatkozott a burgonya piacon, és az árak az egekbe emelkedtek, egy év alatt változott akkorát a helyzet, hogy most régen látott mélységekbe kerültek az árak, túltermelés van, az időjárás kedvező volt, a területek növekedtek Európa szerte, ennek az ódiumát kell, hogy most mi viseljük, és elég nehéz a hazai árut a magyar piacon értékesíteni, mert Franciaországból, Belgiumból, Hollandiából, Németországból, Lengyelországból, főleg ezzel kell volna kezdenem, ömlik be a burgonya Magyarországra. Természetesen ez hatással van a vetőburgonya iránti igényre is, mert a gazdák ugye, hogyha azt látják, hogy nehéz értékesíteni a burgonyát, a következő szezonra gondolva már azon töprengenek, hogy hogyan lehetne a mostani veszteségeket kompenzálni. Remélik ugye azt, hogy a helyzet egy év múlva változik, de ugye ők előre kell, hogy gondolkozzanak, és hát most nagy a bizonytalanság, sokan tanástalanokat a tekintetben, hogy csökkentsék a területet, termeljenek egyáltalán burgonyát, vagy egy ilyen mélypont után csak egy emelkedésért, akkor talán most kellene ráerősíteni, szóval ezek mind kérdések, amik előre nagyon nehéz megjósolni. Ugye Magyarországon elég kevés termelő rendelkezik megfelelő hűtőtárolóval, tehát ezeket a burgonyákat, ezeket a korszerű fajtákat igényes körülmények között kell tartani, bizonyos hőmérsékleten, ami hosszú távra biztosítja az eltarthatóságot. Ez étkezési burgony esetében olyan 4-5 Celsius fok. Tehát ha ez nem biztosítható, és egy bizonyos páratartalom is, hogy akkor a szikkadási veszteség a külalakra is kihat, ráncosodik, csirázik, és ezekkel a lehetőségekkel elég kevesen rendelkeznek ma Magyarországon. Tehát a kistermelők legkevésbé. És ezért is fordul az, hogy betakarítás után ők próbálják minél előbb értékesíteni a burgonyájukat. És szeptember-október táján nagyon sok burgonya van a piacon, mert azok, akik nem tudnak tárolni, próbálnak tőle megszabadulni, hogy hosszú távon minél kevesebb veszteséget szenvedjenek el. Azok, akik pedig rendelkeznek korszerű tárolókkal, ami beruházást tekintetében igen jelentős összegeket emészt fel. Ők nyugodtan ki tudják tartani akár a következő év februárjáig, márciusáig, és a hullámzásokat az ár tekintetében ki tudják védeni, hogy éppen akkor viszik a piacra, amikor jó ára van a burgonyának.
Heffler József szaktanácsadó a Bátori Kert Plusz Kft-t és annak termékeit mutatta be a megjelent gazdáknak. Jó magam mondom, mert nem vagyok itt első adó, de a cég, akivel itt vagyok, az alapvetően elsőként jelenik meg. Mi egy magyar magán vállalkozás vagyunk, Kecskeméti székhelyen, és úgymond arra tettük fel napjainkat, hogy olyan termeleszközöket adjunk az intenzív növénytermesztetés foglalkozó kertészek, illetve a gazdák kezébe, amelyekkel tényleg látványosan és versenyképesen lehet termelni, és igazából mintán kevesebb munkával is. Nagy vihart kavart a gazdák körében is az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer idei bevezetése. Hát most EKR, ezt be akarják ránk vezetni, mert azt jelenti, hogy én is vállalkozó vagyok. Ha én elviszek számláson is burgonyát 200 kiló fölött, vagy a 250 ezeret meghaladnám, már meghaladná 200 kiló kumplom, akkor nagyon nyereséges volnák. Be akarják vezetni, hogy én a számla mellett még külön petyeggem be, hogy elindulok a konyhára a 210 kiló burgonyával, és ott, hogy leraktam, megint petyeggem, majd leraktam az autóról. Milyen autóval vittem el? Ugye ez borzasztó, hogy amit itt már egy gazdának kell csinálni, az már nagyon túlterhelés. Egy íróasztalnál ez könnyű megoldani, de itt a gazdáknak növényvédőszerekkel szaladgálni, a piacot kell szereznie, oda kell figyelni, hogy mit hűtet, oda kell figyelni, mikor öntöz, oda kell figyelni, mikor permetez. Betakarítás se volt ősszel egyszerűen. Egy hónapig esett az eső, alig bírtuk beszedni a burgonyát. És még közben én ráérek, és akkor pötyögek, mert a konyha véletlenül most 300 kiló fogjuk. Az EKR bevezetéséről Takács Attila, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakértője tartott előadást. Hogy miről is szólna az idén január 1-ével beindult rendszer, és amellyel szerintem minden teremben vagy itt helyet foglaló gazdálkodó már találkozott, vagy már igényelt, vagy kellett, vagy már találkozott bármilyen formájában is rendszernél. Én úgy gondolom, hogy a célja, amelyet megfogalmazott mind a jó alkotó, mint ezt a kamaránál is mi így látjuk, sok más ilyen területtel foglalkoztunk már, és fogunk is a jövőben, ez itt szerintem az itt ülők közül senki sem kérdőjelezi meg, hogy miért is lenne jó kiszűrni minden lehetséges eszközzel a fekete gazdaságban érintetteket, akik abból húznak nagyon nagy, nagyon komoly hasznot és komoly gazdasági károkat okoznak mind a gazdálkodóknak, mind a tisztességes kereskedőknek. Az a jelenlegi eszköze szerint, vagy a rendszer, az ez lenne. Egy közúti online áruforgalmi ellenőrző rendszer. A fő célja, ahogy elmondta, a jogkövető piaci szereplőknek a pozícióerősítés, az áruforgalom átláthatósága, ahogy folyamatosan tudja követni a hatóság, és itt nem az a fő cél, hogy a tisztességes gazdálkodókat, kereskedőket zaklassák folyamatosan, még ha tisztában vagyok azzal, hogy ez sok mindenki számára nem megnyugtató, mert néha jogtalanul tudja megzárni őket a hatóság, de nem ez volt a fő cél, és ezt úgy gondolom, hogy ezzel mindenki egyet is ér. A Galgahévízi gazdanapon a Belkim Kft-t Bodó Péter képviselte. Aki ismer már, az tudja, hogy kettő dolgot szoktam mindig tartani, meg betartani egy előadás folyamán. Az első dolog az az, hogy erdélyi gyerekként lévén mindig székely viccel kezdek és fejezem be az előadásomat. A másik dolog pedig, amit szoktam tartani, hogy tisztán, nyíltan, érthetően szeretnék beszélni minden egyes készítményről, elmondani azt, hogy mit tud, és mi az, amit nem tud, hogy ne számoljunk rá. Nem sokára itt van a Valentin nap, és hát ugye az öreg, látják a tévébe, hogy jön a Valentin nap, és azt mondja az idős hölgy a férjének, hogy te Áron, az 50 éve házasok vagyunk, azt mondja, mikor elvettél, mondtad, hogy szeretsz, és azóta se soha. Öreg megáll, gondolkodik egy picit, azt mondja, asszony, amit mondtam, megmondtam. Oszd, ha változik, akkor szólok. Van-e változás a Belkimnél? Van változás a Belkimnél természetesen, ugye Pest megyében én lettem a területi képviselő, és akkor így Bács, Pest, Csongrád hivatalosan az enyém, és nem hivatalosan még Szolnok megyében is én szoktam garázálkodni, ha van időm.
De miről is beszélünk a Belkémről? Ugye itt egy burgonyás rendezvény, a Belkém, kijelentetjük azt, hogy Burgonyában mondhatni azt, hogy egy erős, meghatározó cég. Miért vagyunk egy erős és meghatározó cég? Pontosan azért, ugye Belgiumból indulva nagyon jó készítményeink vannak. Burgonyavész, alternária, gyomirtó, levéltető elleni készítmény, amit alkalmazhatunk a burgonya betegségei és kórokozói kártevői ellen. A Magyar Növényvédőmérnöki és Növényorvosi Kamara célja, hogy munkájuk az élelmiszerbiztonság meghatározó elemévé váljon, hangsúlyozta Deme György, a Kamara Pest megyei elnöke. A Növényorvosi Kamara az utóbbi években igen jelentős változáson ment el. Köszönhető ez annak, hogy a Növényorvosi Kamara fölvállalta a biztonságos élelmiszertermelés feladatát, és azt gondolom, hogy akkor, amikor ma minden médiában hallatszik az egészséges élelmiszer, ezért a jelentősége kimondottan megnőtt a Növényorvosi Kamarának. A Növényorvosi Kamarába, a megyébe 212 fő tagja van, ezek mind növényvédő mérnökök, és az utóbbi időben az integrált termesztési mód bevezetésével ezeknek a szerepe nagyon meg fog nőni. Tudnélik, az válik majd gyakorlattá, hogy a gazdáknak növényorvost kell alkalmazni, és a növényorvos alkalmazásával a növényorvos átveszi a feladatát a gazdának a biztonságos feladatát. Ő vállalja fel a felelősséget, a gazda felelősségét a biztonságos élelmiszerért, és ezért ő védjegyet fog kiállítani a gazda részére, és ez a védjegy adja a piacon azt a biztonságos élelmiszert, amit a fogyasztói közönség elvár. Ez mikortól lép érvénybe? Ez most van kidolgozás alatt. Én azt gondolom, hogy ez egy-két éven belül ez működni fog, ez a rendszer. Annál is inkább, mert az elmúlt időszakban előtérbe került a vény használat kötelezővé tétele és szigorítása, ahol is csak vény alapján használhat fel a termelő növényvédőszer, tehát hasonlóan az orvosi, humán orvosi vényekhez, itt is a növényvédőszerekre a növényorvos vényt állít ki, és ennek alapján szerezhető be, főleg az egyes és kettes kategóriás veszélyesebb készítményekre. A téli időjárás kedvez-e vagy sem a 2015-ös vetésnek? Hát én úgy látom, hogy itt már tél sincs. Szóval ez a pár nap hideg, itt a rovarkártevőket, a rágcsálók, azt látjuk, hogy mennyi van. Én szerintem itt nagy problémák lesznek, de hát majd kiderül, de idáig még... Szóval egy-két hét nagyon nagy hideg ide kellene, vagy a rágcsálók, bogarak. Én szerintem megmarad a 70%-on. Azok a burgonya értéke, vetőburgonya értékesítők, akiknek a termékét ön is forgalmazza, azok maximálisan fel vannak készülve erre az időjárási körülményre, tehát olyan termékeket kínálnak, amelyek alkalmazkodnak ezekhez a változásokhoz? Hát itt tulajdonképpen olyan termékeket próbálunk, ami itt Magyarország klímáját bírja, hogy tulajdonképpen azért van nálam egy ilyen 30 fajta sor elültetve, amit itt látunk Galgahévízen és országban több helyen, hogy itt milyen eredményeket ért el, melyik bírja a tárolást, melyik bírja ezt a klímát, mert némelyik nem is bírja ezt a klímát, úgyhogy ezért próbálkozunk ezzel, hogy itt először csak próbaként van nálam, és ha itt megfelel 3 éven keresztül jó szerepelt, akkor ajánljuk ki a termelőknek. Mikortól lehet a vetőburgonyát megvásárolni? Mikortól ajánlott? Hát én ajánlom, aki el tudja tárolni ősszel, mert jóval olcsóbb, mint tavasszal. Holland a tárolást is rászámolja. Mi azt jelenti, hogy a valuta változás is nagyon, ha
tudnánk, hogy a euró, vagyis a forint megerősödne, akkor azt mondom, hogy tavasszal. De mivel nem így stennál, így 25 forint, 30 forint különbség a őszi ár és a tavaszi ár között. Az Agrico lévén, hogy saját nemesítő intézettel rendelkezik, körülbelül 125 fajtát tud magáénak. Természetesen ebből nem mindegyik található meg a piacokon. Ez eloszlik a világ minden részére. Magyarországra a mostani bemutatóra is 18 fajtát hoztunk, ebből 5-6 olyan, ami napi érdeklődésre tarthat számot a gazdák körében. Az a minőség, amit az Agrico logó és az Agrico név fémjelez, és az a garancia, amit a Hollandiában működtetett nemesítőintézet tesz mögé genetikailag és a nemesítőanyaggal a háttérben. Az Agrico név a burgonya társadalomban mindig is egy garancia volt. Csak olyan fajták kerülnek piacra, amik többféle szűrőn mennek keresztül, többféle szempont alapján alakítják ki a végleges fajta palettát. Hogyan lehet megismerkedni az önök által forgalmazott burgonyákkal? Területi központjaink, területi képviseleteink vannak, mint például a Galgahévízen Mészáros Vendel. Országosan még rajta kívül 5 olyan hely van, ahol a rendeléseket a gazdák leadhatják. A kamiontételeket a budapesti irodában regisztráljuk, de nekünk arra nincs lehetőségünk, hogy zsákszámra vagy akár palettaszámra vegyünk fel a rendeléseket, erre vannak a területi képviseleteink. A tanácskozáson a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöki tanácsadója, Obrecán Ferenc is részt vett. Országosan több helyen tartottunk ilyen fórumokat, gazdanapokat, itt Galgahévízen kimondottan a burgonyáról, de Alsó-Némedén például január elején az EKR-ről tartottunk egy fórumot, ahol a NAV képviselői is akkor szembesültek azokkal a gondokkal, amiket a törvényalkotás során valójában nem észleltek. Tehát mintegy 400 fős fórum keretében, de az ország több pontján is hasonló fórumok kerülnek megrendezésre. Elsődlegesen a gazdákat most az EKR foglalkoztatja, de hamarosan elkezdődik a támogatási igényléseknek a beadása, ezzel kapcsolatban is folyamatosan fórumok rendezésére kerül sor, országosan és Pest megyében is. A mai tanácskozás is a lényege az volt, hogy a gazdálkodók megismerkedtek az újabb fajta burgonyákkal, azokkal a vegyszerekkel és tápanyag utánpótlási módszerekkel, amik az eltelt egy év alatt alakultak ki. Ez minden szempontból nagyon jó, és örülök, hogy ezen a mai rendezvényen is ilyen sok gazdálkodó vett részt, nyársapántól kezdve a Gyöngyösig mindenki részt vett ezen a mai tanácskozáson. A már hagyományosnak mondható Galgahévízi gazdanap előadásait vacsora követte, ahol további lehetőség nyílt a gazdák számára az eszmecserére. A házigazda által főzött marhapörkölt vacsorát követően a szakmai napot tombolla zárta, ahol a rendezvényen bemutatkozó cégek által felajánlott termékeket sorsolták ki.